A Szentendrei Maharadzsa étterem most már sok év óta ad nekünk minden második héten ingyen, térítés nélkül ételt, 120, legalább 120 adagot. És ez úgy áll össze, hogy rizst, és külön valamilyen babos vagy lencsés, olyasmi, mint egy főzelék lenne, egy higa főzelék, mert az ő tapasztalatuk szerint ugye Indiában a szegényeknek az etetése az egy hagyomány, tehát akinek módjában van ezt csinálni, hogy a rizs tápértéke és a babos lencsés ragúnak a tápértéke ketten adnak annyit, mint hogyha egy húsos étel lenne rizssel. De az utóbbi években előfordult már többször is, hogy tettek valamilyen jellegű húst még a babba, mert azért a vendégeink azért hiányolják hétvégén a húst. Nagyon meg vagyunk elégedve a kajával, és ez segít nekem sokkal. És ilyenkor a gyerekeknek is viszi az Igen, ételt? Viszem. Ők még kicsik? Hát nem, mert van most már a legkisebbik 16 éves. És hétközben tudnak étkezni? Hétköznap megoldjuk, úgyhogy az én fizetésemből. Meg ugye albérletben lakunk, ez nekünk nagyon nagy segítség, hogy tudnak segíteni. És a férje? Meghalt. Mind a kettő. És ebben így pótoljuk, hogy vasárnaponként jövünk. Holnap? Tudja már, hogy mit fog enni? Hát, amit kapunk a lent a végén. Megint csak ott, ami marad? Igen. Van a kis étteremben, vagy pékség? Az hát mi az? Nem pékség, az inkább ilyen ínyencizé. Egy kis büfé, vagy ilyesmi? Hát, olyasmi. Uh-huh. Úgy készülünk, hogy eleve mindenki egy adagot kap. Kivéve tudjuk azokat, akik valakiknek visznek, vagy tudjuk, hogy otthon van a férje, őnekik adunk két adagot. De a Maharadzsa héten általában bőven van ennivalónk. A többi hétvégeken azt mondjuk, hogy most ezt odaadunk, és hogyha marad, akkor adunk majd még repetált. Tehát akkor megvárják, amíg kiosztunk mindent, és ha marad, akkor adunk még belőle repetált. Na most, hogyha látjuk, hogy ott van, itt van ez a család, akinél tudjuk, hogy mondjuk három gyerek, négy gyerek, öten vannak, akkor eleve neki a csomagot már úgy készítjük össze, hogy annyi meleg ételt teszünk, annyi gyümölcsöt és annyi süteményt. Jönnek hajléktalanok, jönnek munkanélkülek, jönnek szegények, akik esetleg dolgoznak, de nem tud, azért egy vasárnapi ebéd az jól jön. Ha tudunk repetált adni, akkor ebből van még hétfőre, és ezt a maradjás hétben biztos meg tudjuk csinálni. Jönnek nagy családosok, akik esetleg egy fizetésből élnek, idősek jönnek. Hát ma már attól tartunk, hogy ez egyre növekedni fog ez a létszám.